Őszinte tisztelettel köszöntöm kedves mindannyiukat. A címből már is lehet következtetni arra, hogy ma a mai napon miről lesz szó, és hogy ennek az új megközelítésnek milyen várható eredményeire lehet számítani. A képen a Grand Canyonnak egy különlegesen szép részlete látható, de nem az esztétikai élmény miatt került ide az első diára, hanem ez egy úgynevezett lópatkó rész a Grand Canyon vonulatában, és azt szerettük volna mindjárt a legelején ezzel érzékeltetni, hogy ahogy ez a folyó visszafordul, hát a cukorbetegség is, főleg a kettes típusú cukorbetegségről van szó, ugyancsak visszafordítható. Az új megközelítésről, mint olyanról szólna az első dia, egy bizonyos Elliot Joslin nevű tudós ember fogalmazott meg egy különben igen egyszerű és mégis sokat jelentő mondatot. Azt mondta, hogy nem óriási kutatási összegekre van szükség, hanem egy új ötletre, és mindaz, amit önök most hallani fognak, az egy új ötletről szól, és pedig arról, hogy a sok-sok kísérletezés, és ennek nyomán a sok-sok kedvet szegő eredménytelenség ellenében most megjelent az út az alagút végén, és lehet reménykedni abban, hogy ez a sokakat sújtó betegség visszafordítható. Magyarországi statisztikák arról beszélnek, hogy minden tizedik ember érintett. Bevallottan és kezelés alatt ennek a fele áll, de nagyon sok ember nem is igazán vesz tudomást arról, hogy beteg. Van egy klasszikus megfogalmazás, ami az úgynevezett metabolikus szindrómára vonatkozik. Ennek része a kettes típusú cukorbetegség, és így hangzik, hogy degeneratív jellegű, életmóddal összefüggő, lappangva, tünetszegényen kialakuló betegség, progresszív, tehát halad előre, és korai halálozáshoz vezet. Ez a magyar orvosi társadalom klasszikus meghatározása. És ez a bizonyos visszafordíthatóság ennek pont az ellenkezőjét képviseli, mert ami a meghatározásban progresszív, tehát előrehaladó, az ebben az esetben regresszív, vagyis visszafordítható, mintha ez a folyó tényleg a valóságban visszafelé folyna. Az új megközelítés lényege, hogy valahol az okoknál, a kiváltó okoknál kell keresni a megoldást is. Azzal kecsegtet ez az új megközelítés, hogy drámai javuláson mennek keresztül a korábban reménytelenül betegnek látszó és magukat is reménytelenül betegnek érző emberek. Az elképzelés hátterében az inzulin érzékenység javítása és javíthatósága áll, mert a kettes típusú cukorbetegség lényege az, hogy a sejtek nem engedik be az inzulint, és így az inzulin nem tudja betölteni a kulcs szerepét a zárban, és nem tudja a zárat működtetve beengedni a glükózt, hogy a sejtek megkapják az őket megillető energiaforrás. Tehát azzal foglalkozik ez a megközelítés, hogy hogyan lehet kitisztítani a kulcsukat, hogy a kulcs, ami különben beleillene a zárba, mert ugye egy inzulin receptorról van szó, hogy ez a kulcs végül hogyan hozza működésbe az eddig működésképtelennek tartott mechanizmust. A mellékhatása is kedvező ennek az új megközelítésnek, mert fogyás jár a nyomában, alacsonyabb koleszterin szint, vérnyomás csökkenés és fokozott vitalitás. Ugye amikor nem jut be a cukor a sejtekbe, ezt a szervezet egy ilyen általános levertség, fáradtság érzéssel veszi tudomásul, ha viszont az inzulin érzékenység megjavul és bejut a glükóz a sejtekbe, akkor ez a vitalitás fokozását is maga után vonja. Mi az új megközelítés lényege? Tehát az inzulin rendellenes működése helyett célszerűbb a szervezet saját inzulin hormonjának a működését helyreállítani, és elkövetni mindent annak érdekében, hogy az inzulin be is jusson a sejtekbe. Itt újra
láthatjuk, mert szeretnénk súlykolni, hogy miközben ez az étrend vagy életmód változtatás, mint olyan, a gyógyulás érdekében felvállalt életmód változtatás további kedvező eredményekkel is társul, javítja a szív állapotát, és az előzőekhez képest ezt egy további tényezőként említhetjük meg. A legtöbb cukorbeteg, nem akarok mindig ilyen szomorú dolgokat említeni, de most hadd említsem meg az elején, szív- és érrendszeri problémától hal meg. Mert hogy a megnövekedett inzulin szint és a megnövekedett vércukor szint rontja, igen-igen komoly mértékig rontja az erek állapotát, és közvetett eredménye van ennek a szív- és érrendszeri problémák eluralkodása. Az egyes típusú cukorbetegségre is érdemes néhány szót fordítani, ritkában fordul elő. Gyermekkori vagy inzulinfüggő cukorbetegségnek nevezik, mert maga az inzulin termelő egység károsodott egy bizonyos autoimmun reakciónak köszönhetően, és maga az inzulin termelő egység képtelen már arra, hogy inzulin termeljen, ezért kívülről kell bevinni, bejuttatni a szervezetbe. Ennek a kiváltó oka az egyes típusú cukorbetegség megjelenésének és elhatalmasodásának a kiváltó oka, ismétlem, egy autoimmun reakció. A későbbiekben, majd kitérünk részleteiben is erre, de szeretném itt az elején már érzékeltetni azt, hogy főleg azoknál a gyermekeknél alakul ki ez az egyes típusú cukorbetegség, akiket hamar elválasztottak. Tehát akik 2-3 hónap eltelte után tápszeres életvitelre korlátozódnak, mert hogy az anyának elapadt a teje. És ilyenkor főleg a tehéntej tartalmú tápszerek és maga a feles tej, mi gyerekünket is feles tejjel tápláltuk, de 7 hónap utáni elválasztást követően a tehéntejnek autoimmun reakciót kiváltó hatása van. És a tejfehérjének egy bizonyos kis szakasza, az a megszólalásig azonosnak tűnik, a hasnyálmirigy béta sejtjeinek egy fehérje szakaszával, és mint az autoimmun reakciót váltott ki a tehéntej a gyerekeknél, az immunreakció nem áll le, amikor már a tejfehérjét elpusztította, hanem miután egy ugyanolyan jellegű fehérje szakaszról van szó, célba veszi a hasnyálmirigy inzulin termelő egységeit, a béta sejteket, és azokat is elpusztítja. Azért van mégis remény a gyógyulásra az egyes típusú cukorbetegek esetében is, mert a hasnyálmirigyben is vannak őssejtek. És az őssejtek kedvező feltételek és körülmények között pótolni képesek, ha nem is teljesen, de pótolni képesek valamilyen mértékig az elhalt vagy tönkrement és így működésképtelenné vált béta sejteket. Csak hogy ez a bizonyos őssejt mechanizmus hogyan működik, egy állatkísérletre hivatkoznék, különben egészséges egerek májának a 90%-át eltávolították, és miután gyors anyagcseréjük is állatokról van szó, egy hónap elteltével a teljes máj volumen újraépült, és ugyanúgy működött. És hát embereknél nyilván ez jóval lassabban megy végbe, de ahogy a máj képes bizonyos mértékű regenerálódásra, a hasnyálmirigy is. Érdemes megnézni egy kis filmet, ami a 30 napos diabétes csoda címet viseli, és abban reménykeltő példák találhatók arra vonatkozóan, hogy még egyes típusú cukorbetegségtől szenved emberek is részleges javulásra számíthatnak. Újra megfogalmaznánk, és többször is megtesszük ezt, hogy a cukor betegséghez vezető út nem egyirányú. Tehát nem kell tudatilag is berendezkedni arra, hogy én most már megbetegedtem, akkor az én állapotom egyre csak romlani fog, és nincs visszaút. Visszafordítható, nem egyirányú utcáról van szó. Ez az új megközelítés nem csupán tünetileg kezeli a betegséget, hanem ahogy az előbb is hivatkoztam rá, az ok, a kivált ok felől közelít.
Mi a lényege a programnak? Igyekszik megérteni a diabétesz kiváltókát, hogy azt kijavíthassa. Tehát az előbb is hivatkoztam rá, hogy a szervezet saját inzulin termelését és a sejtek inzulinbefogadó képességét kell javítani ahhoz, hogy ez a különben reménytelennek látszó helyzet változáson menjen keresztül. Azzal bátorít bennünket mindaz, aki ezt az egész képletet kitalálta, hogy a változtatás maga könnyen kivitelezhető. Testgyakorlás, torna, edzés nélkül is működik. Ugye sokáig azt mondták, hogy az izmok is, ami önmagában igaz, izmok is égetik a cukrot. És minél keményebb és minél hevesebb tempós edzést vállal fel valaki, annál inkább tehermentesül, mint a hasnyálmirigy, és miután a sejteknek szüksége van glükózra, ezért átmenetileg az inzulin érzékenység is javul, és a sejtek megkapják azt, amire szükségük van a testgyakorlás következtében. Úgy fogjuk fel ezt az új megközelítést, hogy nem más ez, mint egy kísérlet, és azért hagyják ki belőle a testgyakorlást, hogy csak az étrend változtatás javító szerepét és hatását vizsgálhassák. Arra összpontosítunk tehát, hogy mit, és nem arra, hogy mennyit eszünk. Amikor elolvastam ezt a könyvet, egészen el voltam képedve, hogy lehet ilyen magabiztos és ilyen hát hihetetlennek tűnő megállapításokat tenni, hogy ezután én annyi kenyeret ehetek, amennyit akarok. Legfeljebb arra kell odafigyelnem, hogy ez alacsony glikémiás indexű táplálék legyen, tehát lassabban szívódjon fel. Majd látni fogjuk egy idősebb, de még java korabeli hölgynek az arcát, aki Ausztráliában éli a maga életét, és nagyon-nagyon sok fontos megállapítást tett kísérletei nyomán, többek között azt, hogy ha cukorbeteg, ha kettes típusú cukorbeteg szénhidrát beviteléről esik szó, akkor a kenyérhez képest a tészta sokkal kedvezőbb elbírálás alá esik. Mert a kenyérben sok a lyuk, és így az emésztő nedvek nagyobb felületen oszlanak el. A tészta ehhez képest tömény, tömör, és ezért az emésztő nedveknek sokkal hosszabb időre van szüksége ahhoz, hogy a tésztát megemészze. Tehát, hogyha választani kell a tészta és a kenyér között, akkor az alacsony felszívódás érdekében érdemes a tészta mellett voksolni. Ez csak egy kis előzetes, hogy itt nem a mennyiségeken van a hangsúly, lehet a mennyiséget fokozni, meg kell válogatni, hogy mit eszünk. És a szénhidrát az nem kizárandó tényező, mert itt mondanám el előre, hogy a hazai felfogás, és általában a világban uralkodó felfogás arról szól, hogy a cukorbetegség szénhidrát anyagcsere zavar. Az újabb felismerés lényegében az áll, hogy ez zsír anyagcsere zavar. És hogyan működnek a kórházban a dietetikusok? Elvonják a szénhidrátot, és az energiapótlás érdekében pedig meglehetősen sok zsiradékfélét, tojást, húsféléket adnak, azért, hogy a szervezetnek az energia szükségletét pótolják. És így voltak éppen ott nyúlnak a problémához, ahol a baj lényege van, de nem a legjobb megközelítésben, hanem éppen ellenkező hatást kiváltva. Ezért van az, hogy a korábban gyógyszerekkel kezelt cukorbeteg ilyen jellegű dietetikus tanácsára kialakított életmód eredményeképpen már nem sokára kénytelen inzulint is befogadni, felvállalni. Mit jelent tehát a cukorbetegség visszafordítás? Az előzetes beszélgetésben erre hivatkoztam, hogy megpróbálunk a realitások talaján maradni, és nem kecsegtetünk mindenkit az abszolút és teljes értékű gyógyulás reményével. A cukorbetegség hogyan alakul ki, és milyen konzekvenciái vannak, erről szólnánk néhány szót. Fokozott testsúlygyarapodás, emelkedő vércukorszint, növekvő dózisú gyógyszerek és egyre súlyosabb szövődmények. Egy cukorbetegnek körülbelül ezzel kell számolnia. A visszafordítása ennek a tendenciának a megfordulását jelenti, tehát a vércukorszint csökken, a gyógyszer adagok visszaszorulnak, a szövődmények sokat javulnak, esetleg meg is szűnnek,
és a szívbetegség sok esetben javulásnak indul. Itt, hogy ne ilyen monoton jelleggel hallgassák mindazt, amit én itt elmondok, szeretném elmondani, hogy ugye a hazai megközelítés arról beszél, hogy 5,9, 6.0 vagy 6,1 millimol per liter a vércukorszint, a megengedett vércukorszint felső határa. A hasnyálmirigy 4,6 millimol per literes értéknél áll le. Tehát ha azt akarjuk, hogy pihenjen, akkor célba kell venni elérendő eredménynek egy 3,9 és 4,6 közötti millimol per literes értéket, mert akkor a hasnyálmirigy tud regenerálódni. Akkor pihen, akkor ezzel az állandó igénybevétellel nem merítjük ki véglegesen és visszafordíthatatlanul. Az a kérdés is joggal feltehető, hogy maga a betegség is teljesen megszűnik, mert ugye ez lenne igazán a nagyon elvárt és reménységet keltő kilátás. Ha valaki egyszer cukorbeteg lett, akkor az már mindvégig az is marad? Hát nézzük meg, hogy milyen lehetséges eredmények érhetők el. Van, aki csak a gyógyszeradag csökkenését éri el. Az is valami. Van, aki egy-egy gyógyszerétől teljességgel megszabadul. Vannak, akik az összes gyógyszertől megszabadulnak, és vannak olyanok, akiknél a vércukorszint tartósan beáll egy bizonyos normál értékhatár közé, és a betegség többé nem diagnosztizálható. Gyakorlatilag egészségesnek tekinthető. Itt azonban hozzátenném, nem azért, hogy elvegyem bárkinek a kedvét, hogy akinél egyszer ez a betegség kialakult, az nem válhat felelőtlenné, hogyha a tünetek teljesen megszűntek. Annak azt az életmódot, azt az életvitelt kell folytatni, ami a betegség visszafordulását és látszólagos gyógyulását eredményezi. Ha valaki visszatér ahhoz a civilizációs életformához, aminek eredményeképpen a betegség maga kialakult, újra ki fog alakulni a betegség. Tehát egy hatékony és jól működő elképzelést próbálunk itt most önökkel megismertetni. Hát itt szerepel egy utolsó mondat, és pedig az, hogy az utolsó diát ki majd maga írja meg, és akik ezt elfogadták, és vagy ők maguk, vagy a rokonságukban a személyes érintettség is jelen van, majd eljönnek és elmondják nekünk azt, hogy működött. Mégpedig ilyen hatékonyan és eredményesen, nem kell gyógyszereket szedni, nem kell problémázgatni, hogy mikor, mennyit és mit, hanem élem felszabadult szívvel az életemet úgy, mint egy egészséges ember. Honnan tudjuk, hogy cukorbetegséggel állunk szemben? Tünetei. Kimerültség. A szervezet a kelleténél gyorsabban veszít vizet. Állandó szomjúságérzet társul hozzá. És hát nyilván ennek köszönhetően sok folyadékbevitellel kell számolni. A probléma az ennek hátterében, hogy a véráramban keringő cukor képtelen bejutni testünk sejtjeibe. Egy dominó elv is megjelenik itt, voltak éppen elindul egy láncreakció, főleg ha a szövődményekre tekintünk, és ezt a láncreakciót kellene megállítani, és a diák adja a dominókat újra élére állítva egymás mögé tenni. Honnan tudjuk tehát, hogy cukorbetegséggel állunk szemben? Beszéltem erről az előzőekben is, itt most egy képpel illusztrálva próbáljuk ezt érzékeltetni. A sejteknek megfelelő üzemanyagra van szükségük, ez a glükóz. Ha a glükóz nem jut be a sejtekbe, akkor enerváltság, energiaszegény állapot jár a nyomában. Tehát a megoldás lényege az, hogy a tankba megfelelő üzemanyagot tankoljunk, mégpedig úgy, hogy be is jusson az üzemanyag a tankba. Számokban hogy néz ki a cukorbetegség? Ha valakinek a családjában van cukorbeteg, akkor jó, ha ezeket a számokat megjegyzi. A vércukorszint a nap bármely szakában 11,1 millimol per liter felett van. Akkor ott biztos cukorbetegséggel állunk szemben. 8 órás éhezés után a vércukorszint eléri, illetőleg meghaladja a 7.0 millimol per literes értéket.
A cukortolerancia teszt is segít ezt a bizonyos megállapítást megerősíteni. 7,5 g glükóz tartalmazó szirupot kell meginni, és ha 2 órával később a vércukorszint eléri, illetőleg meghaladja a 11,1 millimol per literes értéket, akkor az biztos cukorbetegség. A 2 órás cukortolerancia teszt ideje alatt nem haladhatja meg a 7,8 millimol per literes értéket, és hát általában ezzel a problémával nem igazán foglalkoznak, pedig a cukorbetegség kivizsgálása szempontjából ezeken a lépcsőfokokon végig kellene menni. Még egyszer, amit már eddig is elmondtunk, a cukorbetegség diagnózisa úgy is megfogalmazható, hogy az inzulin nem végzi megfelelően a munkáját testünkben. Ez a bizonyos inzulin hormon a cukrot a vérkeringésből a sejtek belsejébe viszi, ez a funkciója, bizonyos inzulin receptorokon keresztül, kulcslyukakon keresztül, és oda kell az inzulinnak, a kulcsnak beilleszkednie, és elfordítani az árat, de én megtömöm rágógumival a kulcsukat. Ilyen a lipid anyagcsere zavar, tehát a vérzsírok jelenléte, és a sejten belüli zsírfelszaporodás, akkor ez a funkció nem igazán működik. Olyan esettel is találkozunk, hogyha a szervezet nem termel elég inzulint, ez az egyes típusú cukorbetegség, de olyan is létezik, hogy megemelkedik a vércukorszint. Megint egy pici kis kitérő. A cukorbetegséget más módon is lehet diagnosztizálni, persze ez a biztos módja. Például, hogyha kimeneti nyílások környékén viszket. Azért, mert a cukrot szeretik a baktériumok, és megtelepszenek ott, ahol cukor távozik. Ha a testünk bármely felületén viszketegséget érzünk, akkor lehet, hogy magas az inzulin szint. Tehát amikor megjelenik a viszketés és bizonyos bőrelváltozások, akkor lehet gombák, akkor lehet arra gyanakodni, hogy a hátterében nem diagnosztizált, fel nem ismert cukorbetegség húzódik meg. Az egyes típusú cukorbetegségről már szóltam, és itt újra megerősíteném, hogy autoimmun reakcióról van szó. Tehát ezt a mondatot, ezt a megállapítást, ezt a meghatározást érdemes megjegyezni. Az egyes típusú cukorbetegség esetén az emberi szervezet saját védekező mechanizmusa fordul a saját szervezet ellenében egy helytelen táplálkozással kiváltott autoimmun reakció eredményeképpen. Majd ha szóba jön egy későbbi eladás kapcsán az úgynevezett Kína tanulmány, könyvesboltokban kapható és igen nagy horderejű tanulmányról van szó. Ez a tanulmány megállapította többek között azt, hogy a kazein, a tejfehérje, az meglehetősen sok kárt okoz. Az előzőekben elmondottak, utaltak arra, hogy a cukorbetegség, az egyes típusú cukorbetegség kiváltásában is szerepel. De például rákos elváltozások megjelenése kapcsán is, mint kiváltó tényező, mint állatéretű fehérje, ugyancsak fontos szerepet játszik. Nézzük akkor tovább. Milyen korábbi megoldásokat próbáltak meghonosítani? Megpróbálták kompenzálni a sejtek inzulin rezisztenciáját, korlátozták a cukor és szénhidrát bevitelt, és igyekeztek állandó szinten tartani a bevitt glükóz vagy keményítő mennyiségét, tehát miből, mikor és mennyit tehetünk, ez volt a fő kérdés. A legjobb kutatások és a legújabb kutatások mindent megváltoztattak, életmód változtatással próbálják ezt az életmód eredetű betegséget gyógyítani. És pedig olyan jellegű életmódváltoztatásokat honosítanak meg, amelyek döntő és eredményes befolyást gyakorolnak az inzulin érzékenységre. Előzetesen megemlíteném, hogy például távol-keleti országokban, ahol az emberek igen-igen nagy szegénységben élnek, gyakorlatilag nem fordul elő cukorbetegség. Pedig genetikai hajlamuk óriási.
A japánoknál például kimutathatóan nagy a cukorbetegségre való hajlam. Amerikában a Pima indiánok olyan genetikai állománnyal rendelkeznek, ami szinte predesztinálja őket a kettes típusú cukorbetegség kialakulására. De korábban, mielőtt rezervátumba szorították volna őket, korábban nem volt közöttük cukorbeteg. Amikor elkezdték a nyugati étrend, gyors étkezés és egyéb a nyugati étrendre jellemző életformákat és ételtípusokat meghonosítani, az ott élő indiánok 50%-a kettes típusú cukorbetegségben szenved. Tehát ezek is közvetett módon arra engednek következtetni, hogy valahol az életmód és a bevitt táplálék az, ami eltömi a kulcsukat és inzulinnal szembeni ellenállást vált ki. Ez nem az érdekesség kedvéért került ide, ez a két kis golyófejű, hanem azt vizsgálták, hogy egypetéjű ükreknél miért van az, hogy az egyiknél kialakul a cukorbetegség, miután azonos génállománnyal rendelkeznek, a másiknál meg nem alakul ki. És egyértelműen tisztázást nyert, hogy megint csak az életmódban megnyilvánuló különbség áll a dolgok hátterében. A hemoglobin A1C mint olyan is érdemes megemlítésre. Ez a bizonyos hemoglobin A1C azt méri, hogy mennyi glükóz jutott be a sejtekbe és kötődött a hemoglobin fehérjéhez. Ha sok glükóz van a vérben, akkor több, ha kevesebb, akkor kevesebb kapcsolódik a hemoglobinhoz. A vörös vérsejtek élettartama mint egy 4 hónap, ezért ezt a bizonyos hemoglobin A1C vizsgálatot 3 hónapos rendszerességgel vizsgálják, és hogyha ez 7% felett van, akkor az már aggodalomra ad okot. Vannak, akik azt mondják, hogy a 6.0% érték az igazán elérendő cél. Tehát, ha valaki elmegy az orvosához és laborvizsgálatot kér, külön meg kell említeni, hogy hemoglobin A1C vizsgálatot is végezzenek. Ez sokkal biztosabban jelzi, hogy van-e cukorbetegségre való hajlamunk, vagy már esetleg cukorbetegek vagyunk, vagy pedig nem. Milyen diétát alkalmaztak eddig a dietetikusok? Erre is utaltam már csak azért, hogy próbáljam az érdeklődésüket életben tartani. Ugye a cukorbetegséget szénhidrát anyagcsere zavarnak tekintették, úgy gondolták, hogy a szénhidrátot kell megvonni. És ennek a szénhidrát megvonásnak és az energia szükségletet más dolgokkal való helyettesítésének a következménye, hogy a cukorbetegség nem hogy javult volna, nem hogy állandósult volna egy adott szinten, hanem még rosszabbodott, és korábban tablettát szedő cukorbetegek injekció formájában vevitt inzulinra szorultak. Hogyan lehet a kettes típusú cukorbetegséget tehát visszafordítani? Sejtjeink szintjén kimutatható változások már évekkel a cukorbetegség vagy maga a betegség kialakulása előtt megfigyelhetőek. A vércukorszint csökkentése érdekében a legtöbb szakember minél alacsonyabb cukortartalmú étrendbe való beiktatását részesíti előnyben, márpedig ez a legrosszabb, a cukor és a keményítő bevitel, hogyha az inzulinnal szembeni ellenállást sikerül megszüntetni, nem jelent többé problémát. Mert megjelenik az inzulin a vérben, és kinyitja az árat, és bejut, és nem fog sokáig ott tartózkodni a vérünkben az inzulin sem, és a cukor sem. Az efféle megközelítés, tehát a korábbi, a hagyományos, igen szerény eredményekkel társul, és sokkal inkább azt lehetne mondani, hogy inkább a betegség elhatalmasodásában játszik szerepet, semmint a gyógyításában. És akkor itt jönne az, amire az előzőekben hivatkoztam. Kínában, Tájföldön, Japánban és Afrika bizonyos részein gyakorlatilag nem fordul elő cukorbetegség, pedig az itt élő emberek az amerikai étrendben megjelenő szénhidrát mennyiséghez képest jóval több szénhidrátot fogyasztanak. Hát mit is ennének szerencsétlenek? Csak szénhidrát áll a rendelkezésükre. És nincs
körükben cukorbetegség. Pedig rizsféléket fogyasztanak, gabonaneműeket fogyasztanak, zöldségféléket, tehát szénhidrátot minden mennyiségben. És ez is közvetett jelzés arra nézve, hogy ez a betegség nem szénhidrát anyagcsere zavar, hanem valahol máshol kell a probléma lényegét keresni. A szénhidrátok nem okoznak cukorbetegséget. Éppen az egészséges összetett szénhidrátoktól várhatjuk a megoldást. Tudom, hogy ez a hazai szakmai protokollal ellentétes megállapítás, de Amerikában a Diabetes Társaság elnöke írta ezt a könyvet, akinek ugye a presztízse is ott billeg, hogyha ez az elképzelés nem váltja be a hozzáfűzött reményeket. Márpedig háromszor hatékonyabb, míg minden más életmóddal összefüggésben eddig meghirdetett úgynevezett gyógyító módszer. A nyugati étrend árnyoldalai. Csak hogy vizuálisan képekhez is köthessük az elhangzottakat. Itt vannak a McDonald's gyerekek, igen komoly testtömeggel rendelkeznek. Ha valaki látta már a Super Size Me, nem igazán lehet magyarra fordítani, arról szólt ez a filmecske, hogy egy ember elvállalta, hogy 30 napig csak a McDonald's-ból étkezik. És 15 nap elteltével már komoly problémái voltak. Megemelkedett a vérnyomása, megemelkedett a vércukorszintje, enervált volt, minden baja volt, de hát kitartott, felvállalta, hogy 30 napig ezt folytatja, beláthatatlan következmények alakultak ki, 30 napos McDonald's étrend hátterén. Valaki mondta, én magam nem láttam, hogy a McDonald's-nál vett hamburgert ott felejtettek valahol. Hónapok elteltével sem ment semmilyen változás végbe rajta. Szóval férgeknek, hangyáknak, senkinek nem kell, mert hogy ki tudja, mi van benne. Szóval nem tudjuk, hogy mit eszünk. Itt van a másik, a Kentucky Fried Chicken, meg a Burger King, mind-mind olyan ételeket forgalmaznak, amelyek a nyugati életmód árnyoldalaiként kerültek be a megítélések sorába. Sajnos nem ezek azok, amelyek az egészséget, az egészséges étrendet képviselik. Ezek finomak, ezek az ember ízérzékelésére bazíroznak. Most olvasok egy könyvet, az a címe, hogy bizonyos ételek hogyan alakítanak ki függést. Olyanok, amelyekre nem gondoltunk. Ugye tudjuk, hogy a kávé függést alakít ki. Most már rossz hírként kezeljük, de azért elfogadjuk az igazát, hogy a kakaó és a csokoládé is függőséget alakít ki. A cukor függőséget alakít ki, mert dopamin termelése és bizonyos opiátok termelésére sarkalja az agyat. Tehát enyhe kábítószer hatást érvényesít. És ezért szeretjük, mert valami jó közérzet, boldogság érzet társul hozzá. Ugyanilyen opiát termelésre és dopamin termelésre sarkalja a sajt az agyat. És ezért van az, hogy a sajtos ételek, hogy mondjam, olyan nehezen elhagyhatóak. A hús és opiátok termelésére és dopamin termelésére készteti az agyat, örömérzet társul a húsfogyasztáshoz. Emiatt enyhe kábítószer hatása van. Találkoztam olyan emberrel, mondjak neki bármit, ha kell hamuba ül, ha kell bármit a fejére szór, csak ne mondjam neki azt, hogy a húst hagyja el. Mert ilyen jellegű kötődés is kialakulhat. Gyakorlatilag ez olyan, mint a kábítószer függőség. Holott ezek az ételek a nyugati étrend alaptényezői, és amellett, hogy hozzászokást alakítanak ki, bizony az élet minőségét és az egészséget is rontják. A rizst és a zöldség félét felváltotta a hús, a sajt és sok zsíros étel. És hogy az ázsiai étrend, mondjuk japánok átköltöztek Amerikába, vagy a tájföldiek, vagy bizonyos átfutási idő elteltével kezdtek kialakulni a civilizációs jellegű betegségek azoknál, akiknél népesség szintjén
nem alakult ki efféle. Tehát ez is egy közvetett jelzése annak, hogy életmód betegséggel állunk szemben, hogy hibás, helytelen életmód eredményeképpen jelenik meg a szív- és érrendszeri probléma, a megemelkedett koleszterin szint, a kettes típusú cukorbetegség, és sorolhatnánk csontritkulás és egyebek. Csak annyit a csontritkulásra, hogyha már megemlítettem, és látom, hogy a jelenlévők többsége férfi, és ugye azt mondják, hogy ez a változás kora után elsősorban az asszonyokat fenyegető betegség. A 17. és nem, 18. és 19. század határán elhalt embereket exhumáltak. Időskorban elhalt emberekről van szó. És ugyanolyan csontsűrűséggel találkoztak idős emberek esetében, idős nők esetében, mint amilyen a mai élő fiataloké. Tehát a csontsűrűség alakulása megint nem életkor függvényében szemlélendő, hanem bizonyos életmódnak köszönhető az, hogy a csontok porózussá válnak és bizonyos kockázatokat képviselnek. Tehát ennek az eddig mondottaknak van egy axiómába rendezhető megállapítása, és pedig az, hogy a cukorbetegséget nem a szénhidrátokban gazdag étrend váltja ki. Mert akkor Japánban, Kínában, Tájföldön, Afrika bizonyos országaiban minden második ember cukorbeteg lenne. És ott, ahol szinte csak kizárólag, mégpedig óriási mennyiségben fogyasztanak szénhidrátot, a betegség maga nem fordul elő. A hasnyálmirigy Langerhans szigetein belül a bétasejtek termelik az inzulint. És ha a hasnyálmirigyet kimerítjük, persze akkor az inzulin termelés is lecsökken, márpedig a szénhidrátokban gazdag és főleg az a magas glikémiás indexű szénhidrátokban gazdag étrend előbb-utóbb a hasnyálmirigyet elfárasztja. Mert ugye például gyerekeknél megfigyelték, hogy ugye főleg számítógép függő gyerekekről van szó, este sokáig fennmaradnak, nézik a képernyőt, nem érnek rá enni, és reggel pedig olyan sokáig alszanak, hogy éppen csak elérik az utolsó villamost, hogy bejussanak az iskolába. Nincs idejük reggelizni. Mi az első dolguk? Az első szünetben lemennek a büfébe, vesznek valami édességet, mondjuk egy tortát vagy valamit. Ez megemeli a vércukorszintet, ettől ők izgágák lesznek, olyan 10-15 percig figyelnek. Utána a hasnyálmirigy elkezdi a maga működését, és bejuttatja a sejtekbe a glükózt, de nem áll le azonnal a termelődése. Ugye magas glikémiás indexű táplálékról van szó, tehát hirtelen szívódik fel, nagyobb mennyiségű inzulint igényelve, bejut a sejtekbe, az inzulinnak nincs mivel foglalkozni, ott kering a vérben. Borzalmas éhségérzetet, szinte ájulás környéki állapotot eredményez, mert hát ugye azt jelzi a szervezet felé, hogy kellene valamit bevinni, amivel az inzulin foglalkozni tud. Mit csinál a gyerek? Hát egyrészt az óra kétharmad részében már nem figyel. Mert ezzel a borzasztó enerváltsággal és éhségérzettel van elfoglalva, a következő szünetben megint megy a büféhez, és újra megeszik egy tortát. Egy torta szeretet, és az egész folyamat kezdődik előről, ilyen ciklikussá válik. Megemelkedik a vércukorszint, energiadússá váltam egy rövid időre, utána visszahullok, és ilyen hullámhegy, hullámvölgy jellegűen alakul az egész nap. És nyilván az iskolai teljesítmény sem igazán a legjobb. Milyen új étrendet lehetne az inzulin érzékenység javítására kialakítani? Szinte egyáltalán nem tartalmaz zsiradékot. Itt van nálam egy könyv, ennek az a címe, hogy a szívbetegség megelőzése és visszafordítása. Ebben van egy klasszikus mondat. Ha egészségesen akar valaki élni, akkor ne egyen olyat, aminek anyja vagy arca van. Ez csak azért fogalmazza meg így a könyv szerzője, hogy ne lehessen elfelejteni. Tehát az állat eredetű táplálékok teljes kizárása lenne az ideális.
Ha valaki erre nem igazán akar vállalkozni, akkor az állati zsiradékot, mint olyat kell kiiktatni. Persze, ha valaki húst fogyaszt, még a fehér húsok is tartalmaznak zsiradékot. És ezek a sejtek belsejében megtelepedve az ott működő mitokondriumok számát csökkentik, és amelyek maradnak, azok megnagyobbodnak, de a működésük visszaesik. És ezért ezek a belső kis erőművek nem igényelnek glükózt, be se jut, és ott tengődnek, és az emberi szervezetnek egyfajta, hát hogy mondjam, ilyen gyengeségérzetet kölcsönöznek. Az a bizonyos vizsgálat, amit ez a vizsgálat sorozat eredményként fel tud mutatni, az ebben az egy mondatban összegezhető. Kettes típusú cukorbetegség visszafordítása érdekében ki kell iktatni az étrendünkből az állati zsiradékot. És ahogy az állati zsiradék kiszorul, úgy fog javulni ezzel arányosan az inzulinérzékenység. A szervezet majd szépen fogyásnak indul, a nem kívánatos lerakódások és mentőövek kezdenek majd felszívódni, és ezzel arányosan javul az inzulinérzékenység. Van itt Magyarországon egy kis település, és azon belül egy életmódközpont, ahol egy hét alatt beállítják kinek-kinek az életmódját. És bizonyos elhízott embereknél, akik amúgy kettes típusú cukorbetegséggel küzdenek, éppen elhízott állapotuknak köszönhetően, már akkor javulás mutatkozott, amikor lefogytak. Szinte mondjuk, ha valaki a számára ideálisnak tekinthető testsúlyhoz képest, vagy 20 kiló többletet hordoz, ha ezt a 20 kilót leteszi, lehetséges, hogy már ettől az egy dologtól megszűnik a cukorbetegsége. Ha újra elkezd hízni, persze visszajöhet. De ettől az egyetlen dologtól már megjavulhat tartósan és látványosan az állapota. Ahogy az előzőkben is utaltam rá, a szénhidrát bevitel korlátozása nem volt része ennek a vizsgálatnak, ehettek. Egy dolgot igényeltek csak, és pedig azt, hogy alacsony glikémiás indexű táplálékokat fogyasszanak, olyanokat, amelyeknek magas a rost tartalma, és ezért a felszívódás mértéke alacsony. Ez az alacsony glikémiás index lényege. Tehát teljes kiérlésű gabonaneműekből készült tésztafélék elsősorban. Azután gyümölcsfélék, zöldségfélék, hüvelyesek, úgy a maguk természetes mi voltában. Ez már önmagában óriási javulást eredményezhet. Szokás mondani, hogy persze ezek a dolgok fejben dőlnek el, mert a mi ízérzékelésünk határozza meg leginkább azt, hogy mit teszünk, és nem pedig azt, hogy mit tartunk egészségesnek. És éppen ezért lehet, hogy az étrendváltoztatás maga elvonási tünetekkel jár. Mert emlékezik. Az ízlelő szemölcsök és főleg az agyi háttér emlékezik a korábbi ízekre. Csak azért, hogy példának említsek valamit, a szagok is emlékként őrződnek. Ha valami olyan helyen mentünk, hogy büdös volt, leegyszerűsítve a kérdést, és mondjuk virágos réten járkálunk 2-3 héttel később, ettől csak megjelenik az órunkban az a szag. Mert valamilyen érdekes mechanizmus eredményeképpen az emlékezés, mint olyan, kiváltja ugyanazt a reakciót. Pedig semmi ok rá. Mert a szervezet úgy van megalkotva, hogy a szaglóhámsejtek hamar elfáradnak, tehát nem kell a kellemetlen szagot hosszú távon élvezni, még akkor is, ha jelen van, de számolni kell azzal, hogy emlékezni fog a szervezetünk, és a későbbiekben visszaidézi. Ugyanígy vagyunk az ízekkel is. Kialakultak szokások. Anyám mondta, amikor én előálltam vakmerően, hogy anyukám, most valamint már változtatni kéne. És az volt az első reakciója, hogy már 50 éve így főzök. Hát most ezzel nem tudtam mit kezdeni. Pedig ha fejben eldől, és ugye azért azt el kellene mondanom,
itt most a férfi társadalmat képviselve, hogy a mi sorsunk a nők kezében van. Mert ugye ők uralják a konyhát, mi csak leülünk az asztalhoz. És azt fogyasztjuk el, amit ők a mi érdekünkben, vagy nekünk kedvezendő megfőztek. És hogyha egyszer az asszonyok a sarkukra állnának, és azt mondanák, hogy fiam, te ezután egészségesen fogsz élni. És csak azt tesszük az asztalra, ami neked kedvez. És nem érdekel, mit mondasz, miután átsingózol, azt kapod az egészséged érdekében, ami tényleg az egészségedet szolgálja. Szóval szerintem komoly változásokra lehetne számítani. Milyen további eredményekre számíthatunk? Ez a bizonyos hemoglobin A1C 1,2%-kal esett vissza olyanoknál, akik ezt az étrendet bevállalták, ezt az életmódot, és következetesen érvényesítették. A résztvevők anyagcseréjének a sebessége gyorsult. Egy pici kis kitérőt tennék, a cukorbeteg elhízott emberek anyagcseréje lelassul. Míg egy fiatal egészséges ember gyomra 3-3 és fél óra elteltével ürül, addig egy elhízott és cukorbetegségre hajlamos ember esetében ez 6 órát is igénybe vehet. És az étkezések közötti időt is ennek megfelelően kellene megállapítani. Tudom, hogy azt mondják, ez is a szakma, a hivatalos álláspontja, hogy gyakran kell és keveset enni. Ez nem igaz. Ha az anyagcsere lelassul, akkor gyakorlatilag egy érdekes láncreakciót indítok el. Adott esetben, ha fogyasztottam el. Elmentem, nagy meleg van, elnyaltam egy fagyit, mondjuk 2 órával a reggeli után. A szervezet leállítja a reggeli emésztését, és most a fagylaltal kell foglalkozni. És az, ami a gyomromban van, emésztetlenül halad tovább, és olyan reakciókat vált ki, amelyek nem igazán kellemes közérzettel társulnak, és a gyomromban akár 9 óráig is elidőzhet a reggeli. Csak azért, mert nassoltam. Az igazán egészséges életmód szerves része lenne az is, hogyha akkor ennék, amikor éhes vagyok. Amikor a gyomrom már ténylegesen kiürült. És lehet, hogy egyes embereknél, főleg amik túlsúlyosak, ez napi 2 étkezésben öltene testet. Megreggelizem mondjuk úgy 9-9 tájban, és 3-4 óra tájban még egyszer. És ha már kiesik a szemem az éhségtől este, akkor megeszek legfeljebb egy almát. Fogyással jár, inzulinérzékenység javulásával jár, az emésztő szervek nem fognak idő előtt elfáradni és tönkre menni, mert a szervezetem kezd úgy működni, ahogy kell működnie. Nézzük tehát, milyen további eredményekkel számolhatunk. Csökken a testsúly. Annak ellenére, hogy nem korlátoztuk a szénhidrát bevitelt, a vércukorérték is csökken, csökkennek a vérnyomás értékek, mérséklődik a vér viszkozitása, tapadósságra hajlamosít a magas vércukorszint, és ha összecsapzódnak, összetapadnak a vér alkotó elemei, akkor a hajszál ereket eltömíthetik, és helyi érelzáródásokat válthatnak ki, ami aztán trombózishoz vezethet, kifekélyesedéshez, és nem akarom ezt a sort tovább folytatni. És hát az életminőség is, mint olyan, jelentős javuláson megy keresztül. Erre utaltam az előbb, hogy a sejtek belsejében, a bizonyos mitokondriumok területén miféle változások játszódnak le, aminek eredményeképpen azután az inzulin rezisztencia, mint olyan, kialakul. Itt vannak ezek a zsírégető apró kis kemencék, ezek a mitokondriumok, és a cukorbetegek esetében, de elhízott embereknél is nem igazán működnek. Félgőzzel működnek, csak pedig arra lenne hivatottak, hogy elégessék a bejutott cukrot. Tehát egyet be sem jut a cukor, akkor minek dolgozzanak, ha nincsen
üzemanyag, akkor szépen leállítják a kemencéket, ezek a kemencék ott létszámukat tekintve lecsökkennek, megkevesbednek, és félgőzzel működnek, és ennek azután az életminőségben, az enerváltság szempontjából és sok egyéb negatív konzekvenciát szem előtt tartva megvannak az eredményei. A zsírban gazdag étrend a zsírok elégetéséhez szükséges géneket kikapcsolja. Ez az élettani háttér. Tehát a zsírban gazdag étrend ellentmondásos helyzet. A zsír égetéséhez szükséges géneket kikapcsolja. Ezek egy része üzemképtelenné válik. Az ember pont az ellenkezőre számítana, sok a zsír, akkor sok zsírégető egységet kell üzembe helyezni. Apró lipid cseppek halmozódnak fel, és ez a bizonyos ide bejutott zsír gátolja a sejtek normális működését, az inzulinra adott megfelelő válaszkészséget is beleértve. Tehát a glükozagyat már sokszor elmondtuk, nem jut be a sejtekbe, viszont a sejten belüli állapot ez hát marad, és egyre romlik. A zsíros ételek tehát kiiktatják a felhalmozódó lipidek elégetéséhez szükséges mitokondriumok termeléséhez nélkülözhetetlen gének egy részét. Ezen én magam is megdöbbentem, amikor először találkoztam vele, hogy a szervezet valami furcsa ellentmondás jegyében alakítja a dolgait, hogy éppen azok az egységek állnak le, azoknak a működése vonul vissza, amelyeknek pont az lenne a hivatása, hogy a zsír égetést elősegítsék. Ha én sok zsírt fogyasztok, tehát el kell könyvelni eredményként, kísérletek igazolják, hogy a zsír elégetését előmozdító géneket kikapcsolja a zsírban gazdag étrend. Van ennek egy magyarázata, ugye vannak ilyen tudós elmék, akik utána járnak ennek. A szervezet azért halmoz fel zsírokat, mert próbál a jövőre egy éhínség beáltára tartalékolni. Tehát ez is egy belénk épített, ki tudja hány nemzedéken keresztül kialakuló kis mikroevolúciós folyamat, amikor a középkorban vagy máskor, amikor óriási éhínségek pusztítottak, az emberi szervezet már egy kicsit a génállomány módosulásával együttesen a nagy éhségek eredményeképpen egyfajta ilyen raktározási mechanizmust alakított ki. Van a makroevolúció, amikor az egyes fajok átlépéséről van szó, ilyen nincsen. A mikroevolúció nem más, mint adaptáció a körülményekhez, és itt is erről van szó. Ez csak az érdekesség kedvéért került ide, ez egy gyomorgyűrű felhelyezése. A gyomorgyűrű felhelyezésével ugye a fogyást próbálják elérni, a gyomorgyűrű egy golflabdányi gyomrot hagy. Hogy ezután annyit egyél, kedves barátom, amennyi egy golflabdányi kis területen elfér. Persze ez a kis golflabda tágulásra képes. És ha valaki nem tud megágyt parancsolni, mert fejben nem dőlt el semmi, akkor a golflabda tágulni fog, és megint akkora lesz, mint korábban volt. Hiába építették be, vagy tették fel a gyomorgyűrűt. Az egyes típusú cukorbetegségről már a legelején szóltam. Itt csak annyit hadd tegyünk hozzá, hogy ha valaki átáll és megváltoztatja az életmódját, a gondos vércukor kontroll mellett a szemproblémák kialakulásának a kockázata 76%-kal csökken. Magyarországon a vakság kialakulása zömében elhanyagolt cukorbetegségre vezethető vissza. A vesebetegségeké 39%-kal javul. Ugye tudjuk, hogy a fehérjeürítés és a vércukor ürítése a vesén keresztül azokat a parányi kis szűrő berendezéseket teszik tönkre, és ennek egyik nagyon súlyos következménye, amikor a veseműködés leáll, és az illető dialízisre, legalább heti kétszer dialízisre szorul. Az idegrendszeri károsodásoké 60%-kal csökken. Ezek óriási eredmények.
Az egyes típusú cukorbetegségben a vezető halálok a szív- és érrendszeri betegségek egész sora, amik életmódváltoztatással karbantarthatók és visszafordíthatók, felmutattam ezt a könyvet, a szívbetegség megelőzése és visszafordítása. De visszafordítható a cukorbetegség is. Ez a könyv, amit elhoztam ugyancsak, ez egy kicsit amerikai ízű fejezet, vagyis címmel jelent meg, Fordítsd vissza a cukorbetegségedet most. Na szóval, ugye mi magyar emberek vagyunk, minket nem lehet csak úgy erőszakosan befolyásolni, de ami a könyvben szerepel, és amit részben itt önök elé tártam, ez arról szól, hogy a dolog működik. Hogy a cukorbetegség a kettes típusú főként visszafordítható. Milyen eszközei vannak? Kizárja ez az étrend a zsírokat és a koleszterint. A cukor és finomított szénhidrátok helyett egészséges, összetett szénhidrátokat részesíti előnyben. Érdekes megállapítás olvasható itt is. Figyeljük meg, olyan, mint az előbb. A telített zsírok fogyasztása további koleszterin előállítására sarkalja a szervezetet. Nemhogy azt gondolná a szervezet, hogy most kívülről bejutott koleszterin állati termékeken keresztül, akkor én most nem termelek. Pont az ellenkezője működik. A túlzott állati zsiradék fogyasztása nemhogy leállítaná a szervezet koleszterin termelését, hanem a májat arra sarkalja, hogy további koleszterint állítson elő. És még azt is megemlíteném, hogy cukorbetegeknél. Azért alakul ki szív- és érrendszeri probléma, még akkor is, hogyha vegán táplálkozáson vannak, mert a magas vércukorszint a májat ugyancsak koleszterin termelésre sarkalja. És ezért van az, hogy a cukorbetegek szív- és érrendszeri problémák miatt mennek el idő előtt közülünk. Ugye tilos a dohányzás, rendszeres testmozgás igényeltetik, és még egy dolgot hadd említsek, a stresszkezelés mint olyan, igen fontos. Nem azért, mert a stressz maga kiváltaná a cukorbetegséget, de közvetett módon hozzájárul a kialakulásához. Amikor az emberi szervezet stressz hatás alatt van, akkor az anyagcsere felborul, vagy legalábbis szünetel. A beteg egy állat. Minden betegség egyfajta stressz hatásnak, stressz állapotnak tekinthető. Mit csinál? Ha az ínyenc falatokat teszem elé, akkor sem eszik belőle. Mert nem emészt a szervezet, amikor stressz hatás alatt van, vagy legalábbis nem úgy, ahogy kellene. Életem egyik nagyon kellemetlen élménye egy hasonló tapasztalattal gazdagított. Építkeztünk, és hát nem volt pénzünk egészen befejezni az épületet. A tetőteret nem építettük be, és a tetőtérre fölvezető nyílást lezártuk egy hungarocellappal, hogy ne menjen ki a meleg. Már november volt. Feleségem kért, hogy menjek már föl a padlásra, mert hogy fönt van az a nagy tévés doboz, amiben pillanatnyilag ágynemű van. Hozzam le. Nem volt lépcső se, hanem létra ide támasztva, és a pihenőre egy másik, és úgy két lépcsőben föl lehetett menni az emeletre. És ugye előttem volt az óriási doboz, nem láttam hol a létra, beleléptem a hungarocellbe, és lejöttem. Létra nélkül. Hátamon landoltam, a hátam alatt volt egy öntött vas lámpa, az súlyosan károsodott. Hát én is futottam néhány tiszteletkört a lakásban, hogy kiálljon a fájdalom belőlem. Elmentem egy kis helyiségbe, hogy megnézem, hogy testnyílásokon nem jön-e valami, aminek nem kéne, és gubbasztottam. Hát anyósom mindig akkor jön, amikor nem kéne. Egy telken lakunk, megjelent, hát ugye nem tudtam igazán palástolni az állapotomat. Mondtam neki, mi van. Megjelent fél óra múlva 5 tojásból készült rántottával, egyél. Ugye vidéken általában nem tudom, hogy itt Siófok vidéknek számít-e, de én sokat járok vidéken, és ugye ha kommunikáció nincs, akkor van evés. És ugye kínálják az embert, és ugye az emberi kapcsolatok itt Magyarországon többnyire az evésen mérhetők le. Ha én jól lakom, és ugye az arcomra is kül az elégedettség, akkor jóban leszünk ezután.
beszélgetéstől függetlenül. Na, a lényeg az, hogy megettem az 5-társból rántottát, mert hát az anyóssal illik jóban lenni. Éjszaka mentem ki a dolgomra, és olyan gyomorrontásom volt, hogy ilyen átmeneti szédülés kerülgetett, beestem a szekrénybe, erre a feleségem éjjel 2:30-kor kihívta rám a körzeti orvost. Azt mondta a körzeti orvos nagy tanástalansága, uram, maga sokkal betegebb, mint amilyennek mondja magát. Hát mondtam neki, doktor úr, vigasztalni azt tud. Mindegy, beutalt a kórházba, és fekve szállítandó, hát mindig ott fogtak meg, ahol fáj. A röntgenbe is, mondtam, beállok én szívesen, nem? A doktor úr ránk parancsolt, hogy. Na, a lényeg az, hogy a selejt bosszújaként már a végén, mikor megfigyelésre befektettek, és ki volt írva a lázlapomra a kórisme, és jöttek az aggódó emberek, kérdezték, hogy mi bajod van. Hát mondom, oda van írva, obszerváció. Ugye ezt nem tudták, hogy micsoda, és így mentek el, hogy szegény barátunknak obszervációja van. Ugye azt jelenti, hogy megfigyelés, aki nem tudna latinul, mert hogy, és az egész azért volt, mert stressz állapotban megettem 5 tojásból rántottát. Amikor beteg valaki, gubbasszon és koplaljon, mert stressz állapotban az anyagcsere vagy leáll, vagy felborul. És éppen ezért a cukorbetegség kezelésénél a stressz helyzetek kezelése ugyancsak fontos dolog. Autoimmun reakciónak tekinti a szervezet a tejfehérje megjelenését, és a szervezet védekező mechanizmusait csatasorba állítva támadásba lendül és elpusztítja a tejfehérjét. De miután a hasnyálmirigy béta sejtjein belül a fehérje szekvencia majdnem azonos a tejfehérjével, ezért azok is pusztulásnak indulnak, és ezért, miután inzulintermelő egységek többé nincsenek, kialakul ez a bizonyos cukorbetegség, az egyes típusú. A kína tanulmányra hivatkoztam az elején, megalapítást nyert, hogy a kazein, mint fehérje forrás az egyik legsúlyosabb rákkeltő anyag. Itt pedig ugye tejipar és minden nyugati és civilizált országban a tej mint olyan óriási szerepet játszik a közélelmezésben. Gyerekeknek már ingyen adták, nekem is, amikor iskolába jártam, ingyen adták a tejet. Holott az ember az egyetlen olyan lény, amelyik az elválasztás után is fogyaszt tejet, főleg más emlősét. Ilyen nincs máshol. A macska iszik, ha adunk neki, de amúgy nincs ilyen. Ez egy annyira természetellenes dolog, hogy a természetben sehol máshol nem fordul elő. Ez a bizonyos bácsi írta ezt a könyvet, a Don't Drink Your Milk, megkapható magyarul is, nem ezen a címen, az lefordítva a címe, hogy ne idd meg a tejedet, és ebben a könyvben részletesen kifejtve megtalálhatjuk mindazt, amit én most néhány szóban összegezve elmondtam. Itt megint egy ilyen nagyon látványos kulcsukat látunk, hogy rögzüljön bennünk a felismerés, hogy a 2-es típusú cukorbetegség hátterében az inzulinnal szembeni ellenállás húzódik meg, és az új étrend és életmód lényege az, hogy a kulcsukat kitisztítsa, hogy az inzulin bejusson a sejtekbe. A zsiradék két potenciális forrását meg kellene említenünk. Honnan jut a szervezetbe zsiradék? Ugye először állati eredetű zsiradékok jelennek meg a színen. Volt időszak, amikor ugye a közértekben és a henteseknél nagy tömbökben állt a zsír. És vitték haza, és az volt a sütéshez használt eszköz vagy anyag. Most megjelent a melegen sajtolt és hidrogénezett olajok széles választéka is. Ezek nem egészséges zsiradékot képviselnek, és azért homogénezik, és azért hevítik, hogy ne avasodjon. És ez olyan szerkezeti változásokat eredményez az olajoknál, amelyekből nem készül egészséges sejthártya. Tehát mi a megoldás? Ha zsiradékot fogyasztunk, akkor lehetőség szerint ezt olajos magvak formájában tegyük. Megint erre a könyvre hivatkoznék, egy orvos áll a
szenvedő alanyok között a könyv hatósugarában, és a barátja egy másik orvos, aki ezt az életmód változtatást, mint olyat, ezt a szív- és érrendszeri problémák megakadályozására és visszafordítására alkalmas életmódot kitalálta, olyan étrendet írt elő a barátjának, amiben nem szerepelt zsíradék. Avokádóról és diófélékről is le volt tiltva, de 2,5 év elteltével teljesen kitisztultak az erei. Tehát megint fel kell mérni, hogy megérje. Tehát ez a program zsír nélküli, tehát zsírtalan táplálkozást írna elő, és a program a hús, a tejtermékek és a tojás teljes kizárását is kedvezőnek tartja. Mi az eredmény? Megnövekedett inzulinérzékenység, és étrendünk gyakorlatilag koleszterinmentessé válik. 1,3 tized millimol per liter a HDL, az egészséges HDL érték, tehát ez a jó koleszterin. A rossz koleszterinnek, az LDL-nek nem szabadna a 2 millimol per literes értéket meghaladnia. Adjuk össze a kettőt. Ez 3,3 millimol per liter. Tehát az összkoleszterin értéknek 3,3 millimol per literes értéknél kellene maradni. Ezzel szemben Magyarországon a megengedhető felső maximum 5,2. Tehát nem igazán képviseli a labor értékrendszer sem az egészségünket, mert ha megengedi ezt a magasabb értéket, akkor ezzel, ha lassabban is, de ugyanolyan jellegű problémák fognak kialakulni, mintha gátlástalanul fogyasztanánk mindazt, ami ezt előidézi. Mi a helyzet a csirkével és a hallal? A csirkehúsban is van zsír, és a hallal amellett, hogy ugyancsak tartalmaz zsírokat, igaz, hogy omega-3-as zsírsavakat is tartalmaz, ami gyakorlatilag az érrendszer állapotát kedvezően befolyásolja. A hallal azonban az a baj, hogy magába szívja a vizekben található méreganyagokat és nehéz fémsókat, és ezzel vált ki a szervezetben fogyasztás kapcsán kedvezőtlen hatást. Egy példát gyorsan elhadarnék. Kanadában a Clear Lake környékén végeztek egy kísérletet, ez a tó közmondásosan tiszta. Olyannyira tiszta, hogy kedvelt üdülőhelyé vált, és a horgászok nagy örömüket lelik abban, hogy itt ezen a környéken tanyázva pecáznak. Igen ám, de az ilyen érintetlen szűz területen nagyon sok a bogár. Igen sok a szúnyog, és az ott tartózkodást szinte elviselhetetlenné teszik. Ezért kiszórtak rovarirtót többször, nagyobb mennyiséget, és egy bizonyos idő elteltével felvetődött az a kérdés, hogy vajon a tóvize mennyiben károsodott ennyi rovarirtók kipermetezése után. Megállapították, hogy minden 1 milliomodik csepp méreg. Ez olyan higítás, hogy nem kell vele számítani. De ha már vizsgálatot indítottak, megvizsgálták a tó partján termő növényeket. A tó vizéhez képest a növényben 500-szoros volt a méregterhelés. Megvizsgálták a növényevő halakat, amelyek a vízben lévő növényekből, meg a víz partján a gyökerüket a vízbe eresztő növényekből táplálkoztak. A növényekhez képest 2500-szoros volt a méregterhelés a növényevő halakban. A húsevő halakban pedig ennek sokszorosa, amelyek a növényevő halakat ették. Mi van a táplálkozási lánc csúcsán élő emberrel? Hát el lehet képzelni, hogy micsoda. Itt a legjelentékenyebb és legjelentősebb zsírforrásokat sorakoztatnánk fel. Egy visszautalás a tejzsíra és a tejcukorra, valamint a tejfehérjére. És ha valaki nem tudná, hogy ezek honnan származnak, itt van egy dia, és láthatóvá tesszük, hogy az ott a tehén, aztán sajtok és különböző tejtermékek. Itt van a tojás. Szintén a sárgája tömény koleszterin, szinte 100%-os koleszterin. Tudjuk, hogy ha kívülről visszük be, akkor a szervezetet arra sarkaljuk, hogy maga is termeljen. A tojás és alternatívái, ott fönt a tyúk és a tojás, itt lent pedig a tofu, mint fehérjeforrás, és hát ugye ennek a különböző formában elkészített változatai.
a növényolajok bevitelét is célszerű alacsony szinten tartani. Én azt mondanám, ha már itt a radikalizmus előkerült, mint olyan, hogy olajos magvak formájában, mert az olajos mag héja alatt avasodás gátló anyag van. Tehát ha nem akarunk számolni az avasodás problémájával, akkor ilyen formában vesszük magunkhoz. Ha valaki szereti a salátákat, akkor nagyon-nagyon minimális mennyiségben használjon olajat, ha különben nem beteg. A betegeknél sokkal radikálisabb megoldásra van szükség, olyanra, mint amit az orvos a barátjánál alkalmazott, dióféléket, olajos magvakat, avokádót is kiiktatta, és ennek eredményeképpen totális, teljes gyógyulás jelent meg ennél a bypass műtétre előjegyzett orvosnál. Egyébként az itt látható valamennyi zöldségfélében van zsír. Tehát nem kell attól tartanunk, hogy majd a zsírban oldódó vitaminok nem épülnek be. Kukoricaolajat már biztos láttunk a boltok polcain. A kukoricában van olaj. Amit itt látunk, mindegyikben van olaj, még a gyümölcsfélékben is. Az alacsony glikémiás index fogalmát ez a bizonyos David Jenkins nevű tudós állapította meg, és cukorbetegeknél különleges módon kívánatos az alacsony glikémiás indexű táplálékok fogyasztása. Ez az az asszony, akire hivatkoztam, az ausztrál tudós, aki a kenyér és a tésztafélék fogyasztása között tett különbséget. Miközben az egyik a kenyér magas glikémiás indexűnek, addig a tésztafélék alacsonyabb glikémiás indexű tápláléknak minősülnek. És akkor még egy kép, megfelelő üzemanyagot a tartályba. Tehát olyan ételeket fogyasszunk, amelyek nem csak hogy nem váltják ki, de ha már megjelent, akkor a visszafordításában játszanak döntő és hatékony szerepet. Kezdeti lépések. Itt felsorlásként olvashatjuk, hogy teljes gabonafélék, hüvelyesek, zöldségek és gyümölcsök kell, hogy megjelenjenek az étrendünkben, és ez a testsúly normalizálásával és az élet minőségének a helyreállításával, helyreállásával társul már a legelején is. És itt láthatjuk nagyon színes formában, hogy milyen gazdag étrend alakítható ki ezeknek az egészséges termékeknek a segítségével. Még egy példát elmondanék, hogy érzékeljük, hogy ez a gyakorlatban nem igazán olyan rettenetes. 89-ben ösztöndíjasként 5 hónapot töltöttem Amerikában egy ilyen életmód központban, ahol rettenetes ízű volt az étel. Már nekem. Ugye én magyaros konyhához szoktam, és nem volt íze. 3 hét elteltével, mert az ilyen nem kellett, 3 hét elteltével, amikor úgy kihozanottak az ízlelő szemölcseim, megjelentek az ízek. És pedig nem is mondhatnám, hogy rossz ízek. A mennyiséggel volt egy kis baj, mert nem igazán adtak eleget enni, úgyhogy amikor hazajöttem, akkor 3 kézre lett volna szükségem, egyikkel a nadrágomat kellett volna tartani. Olyannyira, hogy ugye júniusban jöttem haza, téli kabátban jöttem júniusban, hogy azt már nem tudtam hova elhelyezni, úgyhogy föl kellett vennem, és lefogytam. De úgy éreztem, hogy tényleg fel tudnék borítani bármit, mert hogy annyira javult a közérzetem. Hát ezek már csak felsorolások, hogy az egészséges életmód milyen további pozitívumokkal társul, hogyan gondoskodjunk a fehérjebevitelről, a különböző ásványi anyagokról kellő mennyiségben, és olyan felszívódási készséggel, ami kívánatos. Hát ennyi lett volna ez a bizonyos szűkre méretezett, de mégis hosszabbra nyúló előadás. Ízelítőnek szántuk egy később induló sorozathoz, ahol sokkal gyakorlatiasabb módon részletekbe menően is foglalkoznánk ezekkel a kérdésekkel, persze nagyobb időkeretben.